Migrációs válsághelyzet az egész ország területére hirdette ki a belügyminiszter. Sörfesztivál és csülökparádé, 5 nap a szórakozás, a kulináris élvezetek jegyében Békés Csabán. Bánkbán az idei évad legjobban várt előadását mutatja be a Jókai. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják, Horváth Szabolcs vagyok. Migrációs válsághelyzetet hirdetett az egész ország területére a kormány, jelentette be Pintér Sándor. A belügyminiszter elmondta, szerdán 0 órától Szlovénia, Horvátország és Szerbia is rendkívüli intézkedéseket vezetett be határain. Ezek az országok már a schengeni elvárásoknak megfelelően engedik be a határaikhoz érkezőket, vagyis a belépőknek érvényes útlevéllel és vízummal kell rendelkezniük. Nem tudható, hogy ez milyen reakciókat vált ki azon menekültekből, illegális migránsokból, akik már ezekben az országokban tartózkodnak, indokolta a döntést a miniszter. Ezért a kormány úgy döntött, hogy erre az esetre felkészülve megerősíti Magyarországnak a határait, és az egész ország területére kihirdetjük a migrációs válsághelyzetet. Mit tapasztaltunk ez idáig? Azt látjuk, hogy a Magyarország zöld határainál, felépített kerítésnél lényegesen nagyobb a mozgás. E mozgásokat figyelemmel kísérjük, és reményeink szerint nem fognak többen átjönni a zöld határon, mint eddig tették. Pintér Sándor arról is beszélt, hogyha úgy ítélik meg, hogy szükséges 10 napon belül megépülhet a határzár a román-magyar határon is. Egyelőre azonban azt tapasztalják, hogy ezen a szakaszon nem érkeznek migránsok. Kollégánk a határ Békés megyei szakaszán járt. Dombegyházáról Varga Diana tudósított. Egyelőre nem tapasztalható, hogy Románia felől illegális migránsok érkeznének Magyarországra, ez tapasztalható itt Dombegyházán és környékén is. A helyiektől úgy tudjuk, hogy az utóbbi egy hétben megnövekedett a katonai forgalom a környéken. Az önkormányzat által piacnak használt egyik területen például konténereket, illetve drótvonatokat tárolnak. Itt a határban egyébként a magyar-román határon már látszik, hogy hol fog futni a műszaki határzár, zöld, illetve narancsárga karókkal jelölték ki a nyomvonalat. A 7.tv Varga Diana Dombegyházáról tudósította. A Tiszántúl egyik legnagyobb gasztronómiai fesztiválját rendezik meg Békés Csabán június 14-e és 18-a között. A 16. Csabai Sörfesztivál és Csülökparádé programja hazai és külföldi sztárfellépőkkel, sörkülönlegességekkel, pörkölt főzőversennyel, de sportolási lehetőségekkel, sőt világcsúcs döntési kísérlettel is várja a fesztiválra érkezőket. Hogy ez egy nagyon jó fesztivál, nagyon sokat ettünk, nagyon sokat ittunk, és hát egy ilyen 5 kilóval nehezebb megjöttem vissza, de most egy kicsit ütőtetni kell lesz magamat a futóverseny utánig. Nem lesz könnyű feladat a Kótai Mihálynak, hogy tartsa a célul kitűzött 85 kilós súlyát, hiszen az egykori profi világbajnok boxoló az ízletes csülökételek között száll harcba, ezúttal a 400 méteres sörfutás világrekordjának megdöntéséért. Közben ráadásul nehezítésként a versenyzőknek meg kell inniuk 3 deciliter sört is. A humoros sportesemény mellett más programok is népszerűsítik majd a testmozgás fontosságát. Szükség is lesz erre, hiszen nagyon finom ételek és italok várják a fesztiválra látogatókat. A csülöknek van egy jó és egy rossz tulajdonsága, tehát van az a finom bőr, és az a kis szaftos zsírréteg, és utána majd csak a hús, ez akár az aljára, akár az oldalára, hamar ugye lesül. Tehát fontos az, hogy mi hogyan ágyazunk meg neki. Mindemellett a legbátrabbak akár 100 féle csapolt sört is végig kóstolhatnak. Az utóbbi években a mennyiség volt a fontos. Mi szeretnénk viszont a minőség felé menni. Nekünk az a fontos, hogy mi ezt a sörtudást, ezt a sörfőzési tudást, ezt a szakmát, ami ott rejlik a 1848 óta létező sörfőzésnél, ezt szeretnénk jobban hasznosítani, mi szeretnénk nagyon finom sörkülönlegességeket főzni. A gasztronómiai csemegék mellett a zenei programok is tartogatnak meglepetéseket.
egy nemzetközi magyar koprodukciót fognak a színpadon látni. A Star Jam Band, Magyarország és Közép-Európa legjobb session zenészeit foglalkoztató zenekar meghívásában két nemzetközi sztár érkezik a Sörfesztiválra. Lane McRae a Labouche zenekar képviseletében, illetve Tanya Evans a Culture Beat együttes nevében érkezik erre a fesztiválra. A szórakoztató programok és a sport népszerűsítése mellett a Kárpát-medence értékeit bemutató kiállításra és vásárra is sor kerül Békés Csaba főterén. Én úgy hiszem, ez a küldetés ez önmagunkból is fakad, tehát imádjuk a sportot, akár én, akár a családom, akár a szervezőcsapat, a hungarikumok, vagy azok az értékek, amiket próbálunk képviselni és próbálunk helyet adni, az szintén azt hiszem, hogy egy fontos küldetés mind a vállalkozásunknak, mind a személyes elképzelésemnek. A szervezők az 5 nap alatt mintegy 60 ezer látogatóra számítanak. Virtuális erőmű programban energiahatékony vállalat elismerést vehetett át 29 vállalat, köztük a szarvasi Aufwindschmack első biogáz Kft. A cég napi szinte 60-70 ezer kilowatt energiát termel, ami egy kisebb város napi energiafelhasználását fedezi. A virtuális erőmű program 5 éve indult, melynek célja, hogy összegezze a vállalkozások energiahatékonyság területén elért eredményeit. Környező vállalatok szerves hulladékából baktériumok segítségével termelnek zöld energiát a szarvasi biogáz üzemben. Napi szinten 60-70 ezer kilowatt energiát állítanak elő, ami egy kisebb város napi energiafogyasztására elegendő. Az energiahatékonyság mellett további előny, hogy nem keletkezik káros melléktermék. És ezt szinte teljesen hulladékból állítjuk elő. A másik oldala még azért is jó, mert ugye, amit kiveszünk belőle ezt a biogázt, és a végén keletkezik biotrágya, keletkezik belőle, keletkezik egy hígfázis, meg egy szárazanyagfázis, amit a földekre hordanak ki. És ez mind bio, tehát ez nem marad semmi káros anyag benne. A több mint 4 megawatt teljesítményű erőmű által előállított energia egy része házon belül marad, azt az erjesztő tartályok fűtésére használják, jelentős hányadát pedig a szintén szarvasi székhelyű pulyka feldolgozónak adják el. A környezetbarát tevékenységét járó tanúsítványt a cég műszaki menedzsere vehette át. Az erőmű az 2011-ben indult igazából, azt kell róla tudni, hogy 7 darab fermentorral üzemelünk, akkor Magyarország legnagyobb erőműként épült meg. Alapanyag szinten egy ilyen 135 ezer tonna alapanyagot dolgozunk föl éves szinten, és ugyanennyi biotrágya keletkezik, ami a szántóföldek számára nagyon hasznos tápanyagot jelent. A virtuális erőmű program 5 évvel ezelőtt indult, hogy felmérje a Magyarországon működő vállalatok energiahatékonyságát. A cél az, hogy a csatlakozó cégek 2020-ig a teljes magyarországi energiamegtakarítások egyharmadát elérjék. Történetének legfontosabb mérkőzéseire készül a Békés Csabai röplabda csapat. A BRS-e pénteken és szombaton a Közép-Európai Liga 4-es döntőjében lép pályára. Az alapszakaszt veretlenül első helyen záró Viharsarki Gárda pénteken 20 órától az elődöntőben a Vasas csapatával csap össze. A másik ágon két szlovén gárda, a Maribor és a Ljubljana mérkőzik egymással. Sós Nikolett csapatkapitány elmondta, az idény elején a legjobb 4 közé jutás volt a cél, most azonban már a végső sikert szeretnék megszerezni. Baran Ádám az egyesület elnöke a sajtótájékoztatón bejelentette, együttműködési megállapodást írt alá a BRS-e és a Békés Csabai Média Centrum. A közös munka egyik kiemelt pontja a BRS-e TV című magazin lesz. A szurkolók még közelebbről, új oldalukról is megismerhetik majd a csapat játékosait, betekinthetnek a kulisszák mögé, megtudhatják, hogyan zajlik a felkészülés a sors döntő összecsapásokra, és azt is, hogy a lányok mivel töltik a szabad idejüket két mérkőzés között. Az első adást március 22-én 20 óra 20 perctől láthatják a nézők a 7.tv műsorán. Lesznek exkluzív hírek, lesznek szakmai hírek, illetve olyan bulvár jellegű adások, amelyek a klub mindennapét, illetve a kedvencek, a játékosok, hiszen a szurkoló egy részét látja a játékosoknak a pályán, de így belelátunk majd a mindennapjaiban is. Úgyhogy én már nagyon várom a március 22-ét, és izgatottan és nagy kihívásként tekintünk erre a projektre, de számunkra nem kérdés, hogy egy magas minőségű, jó minőségű és egy előremutató, innovatív produktum fog ebből születni.
Az idei évad eddig legjobban várt előadását mutatják be a Jókai Színház színpadán. Katona József Bánk-Bán című műve harmadjára szerepel a Békés Csabai Színház repertoárjában. A kritikusok szerint Zalán Tibor dramaturg segítségével egy igazi 21. századi Bánk-Bán született, amely megtartva Katona József üzenetét a mai kor számára talán még befogadhatóbbá, még átélhetőbbé vált. Van király, még ember él. Lassan minden szó és díszlet a helyére kerül. Pénteken mutatják be a Békéscsabai Színház idei évadának talán legfontosabb előadását. Katona József Bánk-Bán című művét először 1956-ban Vas Károly és Bende Miklós rendezte. 2016-ban pedig Szabó K. István álmodt a színpadra ezt az örökérvényű darabot. A kortalan mű nem csak szövegében, hanem képi világában is megváltozott. Az a problémakör, ami a Bánk-Bánban a konfliktus, az, ugye a történelmi része, az tulajdonképpen a magyarság egész sorsán végighúzódik. Tehát nem lehet csak egy-egy korszakra ráhúzni, és ezért, ha úgy veszük, akkor ebben minden korszak egy kicsit benne van. A szerelme féltő Bánk-Bán! A címszerepet játszó színészt már elsőre magával ragadta a megújult szöveg, ami reméli a nézőkre is ugyanilyen hatással lesz. A szöveget, amikor először olvastam, akkor nagyon megragadott, nagyon megtetszett. Persze ismerem és olvastam többször az eredeti művet is. A különbség az hatalmas a kettő között, és hogyha ti, mint nézők, ugyanígy jártok, hogyha mi ehhez hozzásegítünk benneteket, akkor úgy gondolom, hogy elmondhatjuk majd, hogy sikerült. A darabban Bánk-Bán feleségét Földessy Ágnes alakítja. A színésznő elmondta, nem volt nehéz azonosulni az általa megformált szereplővel, és a saját tapasztalatait is be tudta emelni Melinda karakterébe. Próbáltam meríteni az én saját történetemből, vagy történeteimből, a saját karakteremből. Először pontosan megpróbáltam ellene menni a saját karakteremnek. Próbáltam ilyen sokkal, tehát nagyon merev voltam eleinte. Aztán István a rendező biztatott, hogy igenis, vesd le azt a szemérmes, de nem kell rápakolni semmit. És ahogy egyre lazultam, egyre inkább belefeledkeztem, egyre jobban elkezdtem élvezni. A megújult történelmi drámát március 11-től láthatják a nézők a Békéscsabai Jókai Színház színpadán. A 15. országos textiles konferencia második napján Jankovics Marcell művészettörténész tartott előadást, mégpedig két olyan motívumról, amelyek több mint 1000 éve szerepelnek a magyar kézműves alkotásban is. A találkozón felmerült az a kérdés is, mennyire érdemes a dizájnnak alárendelni a népi kultúrát. Ennek lába is vannak, ennek a lénynek, és az ember hajlik arra, mintha nem látja a két végét, nem tudja, hogy hol a feje, hol a farka. Érdekes témák kerültek a publikum elé a Békés Csabán megtartott textiles konferencián. Az egész rendezvény azt járta körbe, melyek voltak a magyarság gyökerei, motívumrendszerei, és mindezt hogyan lehet átültetni a 21. század viseltébe, használati tárgyaiba. Milyen törekvések vannak, mennyire érdemes dizájnosítani a népi kultúrát a tárgyakon, melyik az a mérték, amikor még rá tudok jönni a gyökerekre, és melyik az a pillanat, amikor már a gyökér eltűnik, és egy teljesen iparművészeti alkotás jön létre. Jankovics Marcell grafikus művész, művészettörténész, korunk egyik legmeghatározóbb polihisztora, két olyan jellegzetes hímzést, varrottos motívumot választott az előadásához, amelyek a magyar nyelv terület legnagyobb részén megtalálhatóak. Hát úgy lehet talán leírni, hogy egy tulipánszerű vagy kehelyszerű formában látható egy virágfa, amelyik ugyanakkor emberalakot is asszociál. Ez az egész képlet együtt is emberszerű, annak ellenére mondom, hogy szinte csak virágból áll. A magyar népművészetben a hímzésre, a női munkákra alapvetően jellemző, hogy kerülj az emberábrázolás, majdnem mindent, még az állatok nagy részét is elvirágosítja. Ehhez társul a világművészetben egy olyan ábrázolásforma, ami szintén virágalakot formál, ez egy kétfarkú sellő. A motívum célja, hogy távol tartsa a gonoszt. Régen párnákon használták, vagy éppen az ajtó fölé tették ki.
aminek a jellegzetes módja az, hogy a sellő a saját két farkát fogja, és így alkotja meg ugyanazt a kompozíciós elemet vagy formát, mint amit az általam említett virág. Most azt akartam ezzel példázni, hogy ez egy univerzális ábrázolási mód, de a magyar népművészet a honfoglástól kezdve távol tartotta magát a figurálistól, ezért mondjuk rá, hogy szemérmes, mert ugye ez az említett kétfarkú sellő, ez egy bizony nagyon szemérmetlen ábrázolás. Két év múlva ismét lesz országos textiles konferencia Békés Csabán, amire ismét érdekességekkel, népművészeti remekművekkel készülnek majd a résztvevők. Magazin műsorunkban az aktuálisban ma Bora Imrével, a Csabai Sörfesztivál és Csülökparádé Fesztivál igazgatójával, főszervezőjével beszélgetek az idei programokról, újdonságokról, érdekességekről. A híradó véget ért, hogyha a továbbiakban is szeretnének friss információkkal, magazinműsorokkal, online cikkekkel találkozni, akkor látogassanak fel a www.behir.hu-ra. Egyelőre köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes estét, viszontlátásra!